Detektor kalandorok, YouTube lakók, elérkezett a következő bemutató, megérkezett a következő paciens, nemrég hozták. Ez ismételten egy Casio bemutató lesz. Ez aztán tényleg egy teljesen megfizethető, de jó minőségű karóra. Hát ezen látszik is, hogy a dobozán, hogy nem egy prémium, nem egy luxus karóra, de attól függetlenül egy fantasztikus óra. Itt láthatjuk a dobozát. Hát ez nem olyan, mint amit az előzőekben bemutattam, ilyen díszdobozos, meg mindenféle csillivilli kiegészítőkkel van. Ezt így hozták, papírdobozba, attól függetlenül ez is jól néz ki, mert van egy külön doboz, vagy egy ilyen borító rész. Papírból, és itt van maga az órának a doboza. Ez is papírból van, szóval ebből látszik, hogy nem egy luxus óráról van szó, de mondom, amit a doboz tartalmaz, az ugyanolyan jó minőségű, és mondom, megfizethető óra. Hogyha megbízható órát szeretnétek, akkor ezt is a figyelmetekbe ajánlom. Nyissuk ki. Na. De nézzetek oda. A dobozban nincsen más. Viszont kaptunk hozzá egy ilyen műanyag állványt, amin akár ki is állíthatjuk ezt az órát. Ez nem tudom, hogy mi ez itt. Nem adtak hozzá valami matricát, vagy valamit, amit... Hát, nem. Mindegy, ez nem tudom, ez itt micsoda, de free hand, analóg, 100 méterig vízálló, vagyis hogy 10 atmoszférát bír. Akkor nézzük is meg magát az órát, jó, hogy egy ilyen izé van rajta. Na. Ez is egyfajta, hát nem mondanám búvár órának. Az ilyen órát én, ez ilyen strandra való óra. Ugyanis gumiszíjas, szóval nem fog elrohadni a vízben, mint hogyha bőrszíjas lenne. Igazából sok minden nem tud, mutatja az időt. Most pont eltakarja, de ott elvileg mutatja a napot, szóval kiírja, hogy milyen nap van, illetve hogy hányadika van, illetve ezen is megtalálható, ami a búvárórákon általában megtalálható. Ezt mindjárt el is mondom, hogy ezeket, mert ugye sokan kérdezték meg, hogy sokan nem is tudják, hogy miért van rajta ez a tekerentyű. Majd rá fogunk térni. De ami a lényeg, mindjárt megpróbálom. Így néz ki.
Szóval mondom, ezt a típust igazából, hát ez tényleg ilyen strandolásra ajánlom. Ugyanis jól bírja ez is a vizet, lehet benne úszni, mutatja megbízhatóan az időt, ott már kezd is feltűnni, hogy és be is van állítva. 23-a, Friday, vagyis hogy szerda van. Hátul a sorozatszáma, meg minden ehhez tartozó dolog. Csavaros ez is. Szóval ez is egy teljesen megbízható jó kis óra. Nem egy horribilis összeg. Szóval, hogyha van még rajta ilyen izé is. Fólia, várjál csak. Le tudom szedni róla. Le. Na. Hát így, igen. Ennek is kristályüvege van, azért azt el kell mondanom, a igényes, vagyis hogy a jó minőségű órákat onnan lehet, onnan is meg lehet állapítani, hogy amikor így félre toljátok az órát, vagyis hogy ilyen szögből nézitek, akkor a számlap nem deformálódik. Mert ami sima üvegből van, ilyen rosszabb minőségű üvegből, az olyasmi, mint a halszem optika, szóval amikor így elforgatjátok, akkor a számok, meg a mindenféle kiírások eldeformálódnak az üvegen, vagyis hogy úgy látjátok, de látjátok, itt nem deformálódik. Úgyhogy ez is egy fantasztikus jó kis óra, ahogy már mondtam, és magamat fogom ismételni. Ez tényleg olyan, hát ez ilyen szabadidős óra. Sportoláshoz, de leginkább mondom, ilyen strandra jó. Ha úsztok medencébe, ez az óra biztos, hogy nem fog beázni, elromlani, ugyanúgy fogja mutatni az időt, nem fog bepárásodni. Úgyhogy nagyon jó. És akkor beszéljünk egy kicsit arról, amit az előző videóban nem mondtam, elfelejtettem, hogy elmondjam, hogy ugye ezek a jelzések itt mik. Ennek több funkciója is, hoppá, több funkciója is van. Búváróráknál ugye van itt ez a jelzés. Ezt arra szokták búváróráknál használni, hogy ugye maga az oxigén egy bizonyos ideig tart, ugye a víz alatt, és most vegyük úgy, hogy most elkezdek merülni a vízben, de az én búvár palackom csak mondjuk, mondjam azt, mit mondok, mondjuk fél óráig bírja az oxigént, akkor a merülésnél beállítjátok, hogy itt van a nagy mutató, innen indultatok. És akkor ebből ki tudjátok következtetni azt, hogyha ugye fél óra múlva föl kell jönnötök, ránéztek az órára, és amikor nagy mutató innen a 4-esről a 10-es közelébe van, vagy kezd menni, akkor az azt jelenti, hogy fogy az oxigén, és föl kell mennetek a felszínre. Vagyis, hogy innen látjátok, hogy fogy az időtök. De ezt egyébként sok minden másra, nem csak a vízben lehet alkalmazni, ez tényleg ez bármikor, mit tudom én,
10 percet van valamire, akkor beállítod, hogy itt volt a nagy mutató, és látod az eltelt időt onnantól kezdve. Ez olyasmi, mint a stopper egy kicsikét, de mégsem az, mert ugye nem az, nem számolja az időt, hanem ugyanúgy jár az óra, de mégis látod azt, hogy mondjuk mostantól fél óra múlva, vagy 10 perc múlva, hol kell lenned, mit kell csinálnod, vagy mit tudom én, elkezdesz tojást főzni, és nincs stoppered, vagy nem akarsz ezzel foglalkozni, akkor fogod, beraktam a tojást, 10 perc múlva ki kell szednem. Innen indult az idő, eltelik 10 perc, vagyis látod, hogy innentől mennyi a 10 perc, és akkor ezzel követni tudod az időt. Úgyhogy igazából ez a forgó dolog az órákon, ez igazából ezt a célt szolgálja, de mondom, leginkább a búvároknál volt ez fontos, hogy lássák azt, hogy a merülés kezdetétől mennyi idő telt el. Mert ugye tudják azt, hogy mostantól kezdve, mit tudom én, 40 percig tart az oxigén a palackba, és akkor most lebuktunk, elkezdtük szívni az oxigént, és akkor innentől kezdve le tudod mérni, hogy 10, 20, 30, 40 perc telt el, de itt ő külön föl is mutatja, ugye 15, 20, 25, 30, 35, szóval a megkezdett időtől mennyi idő telt el. Persze, még egyszer mondom, ez nem egy búváróra, de akár az is lehet, mert hogyha ilyen hobbi búvárkodással foglalkozol, mivel ugye 100 méter mélyig vízálló, igazából ezt is tudod erre a célra használni. Úgyhogy mondom, ez is egy fantasztikus kis óra. És még egyszer hangsúlyozom, egy megfizethető, mert ez aztán tényleg szinte fillérekbe kerül az előző bemutatott órákhoz képest. Úgyhogy ez egy fantasztikus kis Casio óra. Igazából többet erről nem tudok elmondani. Ez ennyit tudott, ennyit bírt. Úgyhogy hamarosan érkezek a következő, még ennél is megfizethetőbb órával. Köszönöm, hogy megnéztetek ismét. Minden jót mindenkinek! Hamarosan érkezek a következővel. Sziasztok!